Működőképes apróságok, élethűtájak, ezt a magyar környezetet utánzó modult például a MÁV által leggyakrabban alkalmazott úgynevezett Domino 56-os pult replikájával irányítják. Zöld a jelző, és akkor most ugye a vonat be tud állni az állomásra. A terepasztal csaknem 20 önálló panelből áll, ami mögött rengeteg munkaóra van. Maga a kiállításnak a berendezése egy másfél-két nap, egyébként meg egész évben készülünk, ugyanis folyamatosan építjük és fejlesztjük a terepasztalokat. Sokat számít a látogatók véleménye is. Realisztikus és 3D-sek a vonatok, nem pedig ilyen bénák. És a füvet is megcsinálták, meg ott a vizet is. Ez az alpesi táj hosszas unszolás után családi összefogással épült. Csak annyit mondtam neki, hogy szeretném, hogyha egyszer a karácsonyunk olyan lenne, hogyha a kis vonalvasutat felhasználná, és körülötte menne a vonat, és évekig gondolkodott rajta, még egyszer csak úgy döntött, hogy na jó, egy fene megcsináljuk. Lászlónak, aki egyébként civilben mozdonyvezető, nem kevesebb, mint 600 órájába került az ígéret valóra váltása. A hegyoldalak alapanyagát például a természetben gyűjtötte. Nagyon sokszor járok szabadidőmben horgászni, és kiszáradt fák kérgeit összegyűjtöttem, és hungarocell alapra rá vannak ragasztva, és akkor így alakult ki ez a szép sziklastány. A Szolnoki Vasutas Csomóponti Művelődési Házban rendezett kiállítás folytatása garantált. A szervezők fejében állításuk szerint már most összeállt a kép, ami a legközelebbi egy év múlva esedékes találkozót illeti.